Dr. Bíró Borbála professzor asszony van velünk, itt az egészséges talaj és élelmiszer, mint ökológiai elkötelezettség című előadást fogja nekünk megtartani. Szeretném még azt megjegyezni, amíg Borbála a programban megzsírkolt, hogy a hozzászólásokat, azokat még továbbra is látni fogjuk, és amire csak tudunk, igyekszünk a műhely munkában visszatérni rá. Úgyhogy maradjanak velünk mindenképpen. Hát tovább nem tudok. Megosztottam, csak azt nem tudom, hogy akkor az előadást, ha bekapcsolom, akkor látják élnök. Mi látjuk most. Ez elmegy, akkor rendben van. A hang, és akkor sikerült úrisztem. Köszönöm szépen. De hogyha ide a felbontást megérkezik. Felbontás, akkor még megy itt csak rajta? Így jó? Mondják, hogy a technikusok, hogy tarts meg, jó így. Igen, értettem. Jó, azt köszönöm. A mikrofont valahogy közelebb venni, nem. Vagy a mikrofon, kivel a közelebb megyek a kompjúterhez, így jobb. Na, ez jó, ez jó ötlet, hogy tisztább legyen a hangod. Tehát az egészséges talaj és élelmiszer, mint ökológiai elkötelezettség. Hát köszöntöm a hallgatóimat, én úgy gondolom, hogy éppen ideje annak a szemléletváltásnak, ami ezt a címet takarja, és nagy örömömre szolgál, hogy az Európai Unió is ezt a missziót, az egészséges talaj és élelmiszer missziót létrehozta, és közel 2000 európai jelentkező közül 15 főt választott ki ebbe a szakértői testületbe, amelyben én is helyet kaptam. A linkjét azt láthatják itt, hogy hol lehet további információkat nyerni az egészséges talaj és élelmiszer misszióról. Amíg ezeket az előadásokat, amíg ezt a diát úgymond értelmezem, addig is 2000 négyzetméter termékeny talaj pusztul, vagy romlik a minősége, és hát pedig ez egy nagyon nagy kihívás, és éppen ideje észrevennünk, hiszen a talajok, a világ talajainak csak 15%-a művelhető, a művelhető talajok 40%-ában nincs elég szerves, amit gyanítom, hogy ez azóta még növekedik, is. 10%-uk toxikusan szennyezett anyagokat tartalmaz, 60%-uk erózió, víz vagy szél hatásának kitett terület, és 90%-uk, ez egy elég durva szám, gyenge biológiai aktivitású, ami akadályozza a talajok megfelelő működését, és az ökoszisztéma szolgáltatásait is. Tehát ez a szemlélet hívta fel a figyelmet arra, hogy például az ökológiai művelés az milyen megoldásokat ad, és hát az EU-ban ezt a talajok átlag 25%-ára kívánják, művelni közel 10 év alatt 20-30-ra, ami egy ambiciózus terv, de hát én bízom benne, hogy ez sikerülni fog. Hogy miért is fontos ez a szemlélet, már a 1500-as években kijelentette Leonardo da Vinci, hogy többet tudunk az égitestek mozgásáról, mint arról a talajról, ami a lábunk alatt van, és hát ez az ábra az ego és az eko közötti különbséget mutatja. Az egoizmus, az emberi tudás úgy gondolta, hogy mi kívülállunk mindenen, az ember az egy nem célzott, nem target élőlény, és mindenük felett uralkodhat, még a természet törvényén is, holott ez éppen fordítva van, azóta észre kellett vennünk, hogy mi ránk emberekre is ugyanazok a törvényszerűségek érvényesek, és sokszor visszajut a dolog, hiszen mi magunk is károsodunk, nem is kevésbé. Ezért 2015-ben a talajok nemzetközi évét húzták létre, és 2015-24 között ez folytatva a talajok nemzetközi dekádját, vagy 10 évét is
figyelemmel kísérhetjük. A dolog érdekessége, hogy 2015-ben egyúttal a fél nemzetközi éve is volt, és én ezt különösen jelnek tartom, hogy talán a fejekben is felvilágosodik valami ezt követően. Hogy melyek azok a bizonyos missziók, amelyek még fontosságot élveznek az egészséges talaj és élelmiszer mellett, itt látható az 5 missziós szakterület, az egészséges talaj és élelmiszer az egyik, emellett nagyon figyelmet fordítanak a rák és az emberi egészség közötti összefüggésekre, különösen figyelünk a klímaváltozás társadalmi hatásaira, az egészséges vizekre, tengerekre, a talaj is például egy nagyon erős vízmegtartó képességgel rendelkezik. És hát a különös emleges városok, az úgynevezett önfenntartó vagy fenntartható városok, amelyekre szintén oda kellene figyelni, hiszen az is ismert, hogy a városok és a közlekedés is mekkora területeket lefed az úgynevezett nagyon egészséges, sokszor a termékeny talajokra telepítik azokat a plázákat, amelyek jobb sorsra lennének érvényesek, vagyis lehetne ezeket jobban is hasznosítani, és a városokat, az utakat még inkább odafigyelve a inkább a degradált területeken lehetne kialakítani, de hát ez egy egészen másféle szemléletet igényel. Mi is az a talaj egészség, amit megfogalmaztunk a misszió egyik, vagyis a záró jelentésében, vagyis ajánlásában. A talaj folyamatos kapacitása arra, hogy támogassa a talaj ökoszisztéma szolgáltatásait, harmonizálva az európai, vagyis a Nemzetek Szövetségének a fenntartható fejlődési céljaival, és az EU-nak a zöld megállapodásával, a Green Deal-vel, ezek még később említve lesznek. A talaj egészséget egyébként már megfogalmaztuk a Green Deal és az SDG kívül is, tehát az, hogy ökoszisztéma legyen, tehát egy komplex egység, saját életereje által tápláljon és fenntarthasson igényeket, és ne kelljen ehhez az embernek úgymond negatívan beavatkozni, és biztosítsa azokat az ökoszisztéma szolgáltatásokat, amelyekkel a funkcióit, a talaj funkciókat be tudja tölteni, így például biztosítja a tápanyagok körforgalmát, a víz beszűrődését és felvehetőségét, legyen szűrő és puffer képesség, erről a Miklós már beszélt, és fizikai stabilitást és támogatást adjon, sokszor csak ennek tekintjük a talajt, és mi akarunk emberek mindent odaadni neki, a talaj csak támogassa meg a növényt. És a biodiverzitás a napjainknak egy nagyon kiemelt témája, hiszen a minél nagyobb a talajban is az élőlények összetétele, annál inkább ki tudja fejteni azokat a funkciókat, amelyekre szükség van, hiszen nagyon tudjuk, hogy az élőlények sokfélesége nem azonos módon, még egyfajon belül sem ugyanazt a toleranciát tudja kifejteni az egyik, mint a másik, gondoljunk csak az emberi mi voltunkra, hogy nem mindenkiből lesz olimpikon, nem minden ki lesz Nobel-díjas, és nagyon sok az eltérés az emberek között érzékenységben. Ugyanez az élőlényekre is igaz, egy fajon belül is igaz, de a fajok közötti változatosság is fontos. Ez azért jó, mert egymást kisegíthetik, illetve összefüggő funkciók lehetnek, erre majd lesz egy ábra. Az Európai Unió, mint említettem, létrehozta ezt a missziót, és hát a tudáshiányoknak a nevelésére, vagyis azoknak a megismerésére úgynevezett élő laboratórium funkció, élő laboratóriumok kialakítását javasolja. Ezeknek az a szerepe, hogy a kutatással összefüggésben a gyakorlatot is bevonva, illetve a gyakorlat oldaláról jövő kérdések megválaszolásához a kutatási lehetőségeket is felhasználva, amivel az önki mutatja a legjobb példát, növekedjen a tudásunk és a gyakorlati hasznosíthatósága. Azon kívül, ha ezeket megtudtuk és kialakítottuk ilyen komplex szemlélettel, akkor a legjobb módszereket, a legjobb mezőgazdasági gyakorlatokat úgynevezett lighthouses programok vagy projektek keretében bizonyítsuk, és ismerjük fel,
hogy hogyan lehet a gyakorlatba átvinni a különbözőségek ellenére, hiszen egészen más törvényszerűségek lehetnek érvényesek egy északi országban, mint egy mediterrán országban, nagyon sok esetben a talajfunkciókat illetően, de minden egyes kis régiónak, tehát a fontos szemlélet az, hogy a régiók találják meg a saját útjukat is akár, és úgymond validálják azokat a megismert tudásokat, amelyek az ő adott körülmények között működhetnek. Ez egy újra feladat, és nagyon nagy pontos odafigyelést igényel, hogy reprodukálhassuk a jó gyakorlatokat, és ezt alkalmazhassuk széles körben. Ez a bizonyos misszió elég ambiciózus, amit kialakítottunk a kollégákkal együttműködve. Én nagyon kétkedem is bizonyos esetekben, hogy hogyan lehet ezeknek megfelelni, de nyilván van az országoknak is bizonyos rugalmassága, változhat a szennyezettsége a talajoknak, változhat a művelési mód, és ezekhez igazodva lehet egy egységesen kihozható jobb mezőgazdasági gyakorlatot, vagy vidékfejlesztési gyakorlatot, hiszen ebbe a képbe a táj is belekerül, tehát egy egységes gondolkozással kialakítani. Melyek a változásaik? Az európai talajok 75%-án 10 év alatt szeretnénk elérni, hogy az ökoszisztéma szolgáltatásaiban a talajoknak és a talaj egészségének a változásában, a talaj minőségnek a változásában mérhető javulás jöjjön létre, illetve a talajegészség az egészségnek az adott talajok, legalábbis a termelő talajok megfeleljenek. Az ökológiai termesztés, ami nálunk azért közel sincs a 25%-on, sőt, vagyis átlagosan az Európai Unióban 25%-ára kívánja az Európai Unió ezt növelni. Az már más kérdés, hogy mit szólunk mi ehhez, vagy hogyan lehet ezt elérni. Remélem, hogy azért lesznek a lehetőségeink idehaza is. A talaj szerves anyagának az évenkénti legalább 0,4%-os növelése, ami francia kezdeményezésre indult el 2015-ben, és hát a talajokkal kapcsolatosan ez abszolút lehetséges, hiszen a talaj, tudjuk, hogy nagyon nagy mértékben hozzájárul az üvegházhatású gázok, így a széndioxid kibocsátásához. Éppen az a mód, ahogyan eddig viselkedtünk, vagy a szántásos művelés során, amikor ez erősen megnövekedett, kellene ezt visszaszorítani, és a széndioxid kibocsátás csökkentésével így közvetve a talajok a klímaváltozáshoz is hozzájárulnak. Pesticidek és mezőgazdasági kemikáliák, vagyis azok a mesterséges életidegen anyagok, a xenobiotikumok, amelyek az embert nem célzott szervezetként gondolva, de mégiscsak hatnak az egész életünkre, nem csak a talajegészségre, hanem a táplálékláncon keresztül az emberi egészségre is. Ezeknek a csökkentésének az 50%-a van előirányozva. A gondot ott látom ebben, aminek nagyon örülök, hogy van ez a felvetés és ez a célirány. A gondot ott látom, hogy jelenleg még nincsenek olyan kidolgozott alternatívák, amelyek erre nagyon jó példákat adnának, különösen ha belegondolok, hogy a talajbiológiai vizsgálatok azok nagyon háttérbe szorulnak, még a tápanyaggazdálkodási szaktanácsadásnál is. Nem veszük figyelembe a talajnak, ahogy a Miklós is említette, a szindió, vagy a szervesanyag készletéből adódó saját önellátó képességét, és akkor ezt hozzáteszem, hogy a biológiai tevékenységnek az önellátó képességét. Azt remélem, hogy ezek a bizonyos és a Lighthouse projektek ebben előremutatást fognak adni. A városiasodás és közlekedés miatt nagyon sok terület lefedésre kerül, ezt a jelenlegi, ezeknek az újrahasznosítása előtérbe kerül, a jelenlegi 13% helyett 50%-ra kellene növelni azt a területet, amelyet újra fel lehet használni, vagyis amit a városlakók is képesek használni, itt fokozottan előtérbe kerül a talaj minőség javítása, a szennyezésmentesítés, amihez szintén vannak lehetőségek, és ezt erősebben kell kihasználni. A talajbiológiai funkciók és a biodiverzitás legalább 30-50%-kal való növelése,
ami szintén nem utolsó szempont, és hát a biodiverzitásról már beszéltem, kiemelt jelentőségű. Az élelmiszer és a faimport, a talajdegradáció csökkentése legalább 20-40%-kal, a talajdegradáció alatt elsősorban a szennyezéseket értik, azokat a pop és a pa vegyületeket, tehát a szerves mikroszennyezőket és az aromás szénhidrogéneket, amelyek nehezen lebonthatók és karcinogén anyagok, ezekre való figyelés és előirányzat. Hogy mi mutatja a talajok egészségét? Hát ugye nagyon sok mutatót láttunk már, vagyis próbáltuk a legminimálisabb, a minimum dataset, ugye ez már a tudományos világban is terjed, tehát mi az a legminimálisabb paraméter, amivel ezt az egészséget valamilyen szinten megállapíthatjuk, és hát ehhez a jelentésünkben 7 darab paramétert, illetve hát itt jelenleg 60 feltüntetve állítottunk össze. A legfontosabb a növénybeutottság. Itt viszonylag nagyon sok eszközünk van, és az információs technológiát is figyelembe lehet venni. Ugye a Sentinel volt a távérzékeléses adatok ebben nagyon sok segítséget adnak, meg hát a drón jelenléte nagyon sok esetben segít. Ennek a növénybeutottságának azonban még nincs meg az a skála beskálázása, ami akár egy adott talajtípusra, vagy egy művelési módra kívánatos, vagy optimális. Talajszerkezet, porozitás, kötöttség, hát a talajok fizikai tulajdonságai nagyon sok mindent meghatároznak, hogy a talaj milyen összetételű, különösen a széncsér összetétel, a porozitás az, ami jelentősen meghatározza a talaj minőségét. Nyilvánvaló, hogy a homoktalajból nem tudunk nagy szervesanyag tartalmú csernyezőanyag talajt előállítani az adott klimatikus körülmények között, és akkor ilyen szempontból egy homoktalajhoz viszonyított maximalitás vagy optimalitást kellene elérni. A kötöttség vizsgálatával nagyon sokat megtudunk, többek között a művelési módot, az eketalp réteget, ehhez kapcsolódóan a gyökerek is nagyon sok mindent jeleznek. A vízbeszivárgás megmutatja, hogy a talajunk milyen szerkezetű, vannak-e makro, mezo és mikropórusok, ezek hogyan vannak kihasználva, milyen a talaj levegőzöttsége. Tehát nagyon sok információt ad a víznek a működése a talajban. Különösen a talajfelszínen megjelenő vizek, a belvizek, amelyek jelzik a talajnak a gyenge biológiai aktivitását és a rossz művelési módot. A talaj szerves anyaga, hát erről sokat hallottunk az előző emberben. Engem, de bocsánat, haragult, hogy megszakítlak. Nem tudom, hogy hány viaszkutat van a hátra még, de olyan akkor sietek ezen, nem fogok sokat beszélni, hiszen a Miklós is említette, a biodiverzitásról már beszéltem. A felvehető tápanyagok fontosságát is említette az előző előadás. A talaj pH szikesedés és a talaj savanyodás az természeti tényezők hatására is bekövetkezhet, és hát a nehéz fémekre, szennyeződésekre, mint hetedik tulajdonságra is oda kell figyelni, mert ha szennyezett a talaj, akkor eleve nem lehet egészséges. Nos, mi a talajegészség? Tehát nagyon sokszor kihangsúlyozunk, hogy szerves anyagra van szükség a talajban. Ezzel szemben az egészség az egy kicsit több annál. A talajegészség még olyan egészséges, olyan összetevői mikroorganizmusokra is figyelünk, amelyek növényvédő hatású biokontroll tulajdonsággal rendelkeznek. Figyelembe veszük a művelési módot, például a vetésforgóknak az alkalmazását, ahogy az már említésre került, ahhoz kapcsolódó hasznos mikroorganizmusokat, rizoszféra összetevőket, és a humusz anyagoknál én is kiemelem, hogy bizony a fermentumoknál, vagy a szennyvízi szapok felhasználásánál kényszerből, hogy oda kell figyelni azoknak a minőségére, és az élelmiszer minőségi biztonsági kérdésekre.
a következő ágra éppen erre hívja fel a figyelmet. Látjuk, hogy a zöldségekkel, a talajból nagyon sok kockázat is együtt jár, és hát ha megfigyeljük ezt az ágnát, bizony a savanyú talajaink, ez a négy hazai reprezentatív talajtípus, a savanyú talajainkból nagyobb a kockázata a koliformoknak és azoknak a mikroorganizmusoknak, amelyek veszélyesek lehetnek, és bizony a túlélésük is a talajban, ha megfigyeljük, főleg ha szerves anyaggal, ezekkel az alternatív szerves anyagokkal kombináljuk, akkor akár a 30 nap helyett 37 is lehet, vagy 500 nap, akár 7 hónap a streptokokkusz fertőzés. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy melyek azok az élelmiszer minőséget és biztonságot veszélyeztető mikroorganizmusok. A talaj táplálék háló, itt csak annyira szeretnék kitérni, hogy bizony ez nem azonos a baktériumoknak vagy a gombáknak a visszapótlásával, hiszen azzal csak az első tápláló végszintet pótoljuk, és kimarad az összes többi, ami viszont szintén szükséges ahhoz, hogy a talaj jól működjen, például a földi giliszták, amelyek nagyon sok kapcsolatot mutatnak a többi élőlényel, a szerves anyagnak a átalakulását jelentik, erre is lesz egy ábra, és a fonálférgek, amelyeket nematicidekkel, úgynevezett ölőmédekkel szoktunk pusztítani, holott csak 20%-uk az, amelyik esetleg káros lehet, az összes többi olyan hasznos élőlény, amit nem kellene nélkülözni. És nagyon jól vizsgálhatók mikroszkópikusan, a giliszták pedig akár szabad szemmel is. A táplálék háló tehát a talaj egészség, minőség és tápanyagszolgáltató képesség fenntartója és biztosítója, és akár biokontroll, peszticideket csökkentő hatása is lehet. A ragasztógyár. Oda kellene figyelnünk, hogy a talajban vannak-e olyan élőlények, amelyek ezeket a ragasztási képességet biztosítják. Ezek lehetnek baktériumok, amelyek cukrokat választanak ki a saját maguk védelmére, hogy ne száradjanak ki olyan könnyen, de ugyanakkor a talajok másodlagos szerkezetét is biztosítják, vagy a bromelin, amely a mikoriza gombának a cukorfehérjéje, ez is szintén hozzájárul, nem beszélve a formalos gombákról, amelyek összefűzik ezeket a morzsákat, és stabillá teszik. Látható ezen az ábrán, amerikai professzor mutatta be az egyik konferenciánkon, hogy de hát azóta is ismert, és a gazdák saját maguk is megvizsgálhatják, hogy bizony a jó művelésű omegátumokban gazdag morzsás szerkezetű, jó másodlagos szerkezetű talaj, az nem válik szét a víz hatására, ugyanakkor az intenzíven művelt szerkezettelen porozításokban csökkentett, vagyis poros térfogatokban is csökkentett talajok, azok bizony a víz hatására szétnállanak, és ilyen módon a növényi gyökérnek az egészsége nem biztosított. Ha minden tényezőt összekapcsolunk, és figyelembe veszük nem csak azokat a fizikai, kémiai tényezőket, amelyeket a tápanyag gazdálkodásban figyelünk, hanem hozzátesszük a biológiai létfontosságú tényezőket is, ez egy publikált folyóiratban megjelent a Talajegyetem sorozatban, az ábra, próbáltam számszerűsíteni azt, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, és mit kellene figyelni. Ezt akár a gazda is saját maga figyelheti a talajában, hogy van-e földi giliszta, és az mennyi, milyen a baktérium gombarány, ez már laboratóriumban állapítható meg leginkább, de nagyon sok olyan tulajdonságot láthatunk is, a talaj színét, a vízelvezető képessége is nagyon jól mérhető saját körülmények között. És hát azok a bizonyos jótékony hatású mikroorganizmusok, amelyek tényleg a talajegészség állapítható, mint van ott nitrogénkötő. Egy biológiai nitrogénkötés akár 250 kg nitrogént is biztosíthat. A pillangós növények gyökerein ezt nem használjuk ki kellőképpen az a véleményen, de hát a szabadon élőknek a nitrogénkötése is ismert, hogy az asszociatív, aminek nem is kell, hogy nyomot létrehozzanak, mégis működnek. A foszforoldása nem csak baktériumok, hanem a mikorizagok,
gomba, ami pont az, ami intenzív művelés van, ami leginkább sérülékeny, a hálózata, a networkje állandóan károsodik, nem tudja kifejteni a jótékony hatását, már pedig a foszforfelvétel akadályozott, még akkor is, ha nagy mennyiségben túltrágyázzuk. Nem beszélve arról, hogy a foszforban gazdag a talaj a műtrágya bevitel miatt, akkor a cinkfelvétel is akadályozott lesz a talajban, ilyen antagonizmus lép fel a kettő között, ha magas a cink, akkor a mikoriza gomba állandóan van, bizonyítjuk, hogy milyen hatásos, tehát a mikoriza gomba nem csak a foszforfelvételben, hanem a mikroelemek egyensúlyának a megteremtésében is rendkívül fontos. A gombák számát elhanyagoljuk, holott a gombák száma mutatja a talajnak a felnövését, amikor baktériumokat alkalmazunk, olyan, mintha csecsemőkorba küldenünk vissza ismét a talajt, és kezdheti előre az egész életünket. A talajnak a szukcessziója során a gombák száma szaporodik, tehát ha a gombákra is odafigyelünk, hogy azok is jelen legyenek, akkor ezzel segítjük a növénynek a éredettségét, az önellátó képességét. Cellulózbontók, amelyek az oltóanyagoknál már előfordulnak, ugyanakkor nem figyelik hozzá az alkalmazásnál a szénnitrogén arányt, a nitrogénkötők jelenlétét és a talajnak az ehhez történő hozzásegítését. Ráadásul a cellulóz az egy kometabolikus lépés, háromszoros mikroorganizmus együttlét kell hozzá, sokszor ezek az oltóanyagok csak az egyiket pontolják. A szibaroforra mellett talajegészségét növeli antagonista képességgel nem engedi a kórokozók jelenlétét megjelenni. A földigiliszták, amelyeknek a száma gyenge talajban nagyon minimális, de az erős talajban és a jó talajban többszöröse is lehet, látjuk a számukat, és mennyivel több humuszt és nitrogént, foszfort, káliumot tartalmaz az a gyökér, az a maradvány, amit a giliszta ürülék hátrahagy. Tehát ezzel is növelve a talajnak a önellátó képességét, tápanyagszolgáltató képességét. Az egészséges talajhoz vezető utat itt felsoroltam, több is van, ez azt hiszem, hogy önök előtt, az ökológiai gazdálkodók előtt ismert, de a minimális talajzavarás az már elterjedt, illetve ismert kezd lenni. A biológiai sokféleség figyelembevétele, a vetősforgók, takarónövények alkalmazása, vagy a csapdanövények, az élő gyökerek, azok biztosítják leginkább a talajnak a biológiai aktivitását. Felgelegyen a talaj a vízpárolgás, a vízveszteség ilyen, bár ez is ellentmondásos, mert a szalmán, ha fedünk, és véletlenül, vagyis ez követően esős talajállapot jön létre, nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a fuzárium, vagy a kórokozóknak a táptalaja legyen, de ezzel is odafigyelve lehet védekezni. És hát a talaj táplálékháló szervezetei, amelyek szintén vizsgálhatók, nem csak baktérium trágyák pótlását jelenti. Hát sokféle tényező van, itt felsoroltam közel sem mindegyiket, de ha a mikrobiális oltásoknál a jótékony hatású mikroszervezetekre figyelünk, illetve arra, hogy van-e a talajban ezekből, és kell-e valamelyiket pótolni, odafigyelünk a növény genetikai típusára, hogy mennyire ellenálló, melyik a túlélési vagy a növekedési tulajdonságai, a talaj megmunkálásra, hogy a vetésforgó alkalmazása, a szerves anyagok nem csak trágyák, hanem a komposztok különféle alternatív szerves anyagok visszavitelére is, akkor azt gondolom, hogy a növény táplálás az teljesen lehet, kialakítható egy olyan egészségkártya, amely alapján választhatunk arra, hogy mi az, ami hiányzik, és mit kell pótolni, és vagyis a peszticidek helyett is bizonyos mikrobiális vagy művelési kezelésekkel. Tehát egy komplex együttlő, sokféle tényező van, de megoldást jelenthet, ha komplex szemlélettel, ökológikus szemlélettel figyeljük. Kicsi összefoglalás, hogy a gyökerek mennyire sok mindent nem mutatnak, ezt ritkán veszük figyelembe egy talaj minőség vizsgálatnál, hogy a gyökérnek a genzítása, a mélységi terjeszkedése, vagy netán az oldal terjeszkedése mennyire jelentős a talajban, milyen talaj fizikai és kémiai mutatók vannak, és ez hogyan kellene figyelembe venni a működőképességnél. Az
egészség, ami több, mint a talaj szennyesanyag mennyisége, hanem ahhoz képest emberi egészség, táplálékláncra és az ökoszisztéma szolgáltatásokra is következthethetünk. És hát úgy gondolom, hogy csak az ökológiai gondolkodású megközelítés vezethet jóra, így ezt a mondatot elolvasom, hogy a sor elején az elpusztult biológiai rendszerben, de a sor végén mi emberek, ezt a Balog János akadémikus gondolatait idéztem. Az Európai Uniónak a zöld megállapodás szemlélete, ami többféle eszköze van, és ugye az SDG, a fenntartható fejlődésnek a paraméterei, amelyeket figyelembe kell venni, és ha talajra figyelünk, akkor az életünkre is jobban odafigyelünk, hát ez a jövő kihívása. Én ezzel köszönöm meg az önök figyelmét, a kérdéseik esetén szívesen vállaljuk, vagyis vállalom a további magyarázatot is akár.